A batikolás egy olyan egyedi ruhafestési technika, amely segítségével egészen különleges mintákkal, formákkal díszíthetünk pólókat, plédeket, gyakorlatilag bármit, amit lehet hajtogatni és festeni. Ez a technika is előkerült a Munkásműveledési Központban szervezett tematikus nyári alkotótábor sorozat utolsó, 5. hetén. Így az utolsó hétre a környék egyik legneccesebb technikáját, ezt szoktam mondani, választottuk, de mivel ez illett a tematikánkba, tehát a bohóka hétre, ami egy ilyen szabad, laza embereknek az életstílus, ez a bohóka, itt a gyerekek is olyanok, ezért gondoltuk, hogy egy strandterítőt vagy asztalterítőt ki minek fogja használni, fognak készíteni. Ezt a kolléganők leszapták, beszekték 38 darabot, és most éppen elkezdték kötözgetni, tehát elmondtuk nekik, hogy hogy mint lesz, ugye megkötözgetjük a terítőket, strandkendőket, és a kötéseknél fehér marad, és oda lehet cseppentgetni, és külön a szivárvány összes színébe fog itt délutánra ragyogni már minden, ezeket utána fixáljuk, kirakjuk a napra, vasaljuk, és úgy tudják a gyerekek hazavinni. Bár a táborozók teljesen szabad kezet kaptak az alkotáshoz, azért temérdek sok segítséget kaptak a táborban dolgozó önkéntesektől is, akik részt vettek az előkészítésben és támogatták a gyerekeket alkotás közben is. Batikolnak most éppen a gyerekek egy standkendőt, és azt kötöttük le spárgával, amit most szépen különböző színeket választottak, minél színesebb, annál jobb, így megy a heti témához is, és most éppen ez folyik. Stábunk kiérkezésekor a gyerekek már javában festegettek. András juhász Réket azért sikerült megkérdeznünk az alkotó folyamatról. Ilyen pipettákkal kell a festéket felszívni, és erre rá kell nyomni. És többféle színt kell rátenni. És milyen színeket raktok rá? Mit választottál? Hát ilyen cikrament, olyan lilát és türkiszkéket. A bohóka hetével véget ért az MMK-ban szervezett nyári alkotótábor sorozat. Későbbi adásainkban még bemutatjuk a Lara Mesék Társulat utolsó heti fellépését, illetve meghallgathatják majd Kovács Rózsa igazgató táborzáró gondolatait is.